Thank you.
akinek tetszik, tetszik, akinek nem tetszik, jöjjön le. Na. Most pedig megmutatom, hogy jeges kását piszok. Bizony, tali vagy énke. Szomorú vagyok nagyon, gyerekek. Mert elbánnak velem, piszkosul. Adok mindegyik még paszkát. Család kisegítőknek küldöm, nem segítők, kisegítők, nektek küldöm. Semmi közöttök, hogy én hova megyek. Oda megyek, ahova én akarok. Nincs vele közöttök. Bizony, senkinek az én életem. Nincs jogotok bele parancsolni az életembe. Senkinek az én életem. Van időm, ráérek, elejtem a cínit. Megvannak a gyanúsítottak. Sikerült megszerezzem. Kik jelentenek? Kik küldik át a hangfájomat? Na, kezdjük el a nótát. Muzsikát. Jó, mondjuk sem. Sose búcsúzom. Nekem mit csináltok? Nem mindenkire értem. Van kivétel. Beszívó bajmok. Nem tudom én meg. Rájöttem. Kik azok? Kiknek ettem mit? Tudtam, hogy átadják. Lebuktassam őket. Le is buktak. Mert tudom, ki az? Nem beszélek csúnyán, de megvannak.
Vegyeljék magukat. Semmit nem értek el vele, mert úgyis elmegyek. Sose búcsúzza. Nem. Ilyeneket nem indudolunk. Már. Várjon meg a menet. Kérlek, hogy minden tudom szeretettel. Mikor szobában húzom egyedül, és egy álom útra gondolom. Odakint az utcán, lassan minden, de a homokórát megállítani,
26 éves koromban egy szegény mosogató fiúként dolgoztam egy puccos étteremben. Egy hosszú szakálló, idős, hajléktalan férfi mindig az étterem ablak előtt tácsorgott. Folyton egy gyönyörű darab bélszín bámult. Alpas Timinek küldöm, és Éva Kovácsnak. Ja, és Manók Lajosnak a tanárváncsinának, aki fog tanítani. Na de sőkönnek is elindulok, elmegyek innen messze. A hapon, hetes úton, várok szárni gyerekbe. Nyár éjszaka, ha nem jön, esik az eső és mennyő. Csillagok a szélő, esik az eső és nem találsz nem. De mit csajok? Csillagok, csillagok, mondját kell neked, merj át, hol lehet, most a kedvesen veszélyesünk, ami jársz veszélyesünk, ami jár egyszer te is, az a találsz egyszer is, az a találsz. Nagy esők jönnek is elmondom, elmegyek innen lőre. A hatom, edes úton, az álluk parton lőve. Nyári szakát, ha nem jön, esik az esők és mennyő. Csillagok a szédő, esik az esők és nem találsz már. Esik az eső, és nem találsz rám.
a kedvesen veszélyes, ami jársz veszélyes, ami jársz egyszer te is, haza találsz egyszer is, haza találsz. Csillagok, csillagok, mondjál el nekem, merre jár, hol lehet, most a kedvesen veszélyes, ami jársz veszélyesen. Nem vagyok berúgva. Ne kérek mindenkit, hagyják már ezt abba. Ne vagyok berúgva. Be kell fejezni. Nem vagyok berúgva. Ne. Úgy bosszant. Hagyjátok abba. Nem mindenkire értem. Jajgatunk. Itt is áll, meg ott is. Szépen kérek benneteket, hagyjátok abba. Angélis ilyen. Ami nagyon nehéz nóta. Élek, mikor ez? El akarom nektek dudolni. Szívemből. Fogom most. Szívemet, lelkemet adom bele. Nem állok fel. Megsérült a lábom. Bizony. Majd meggyógyul. Fogadjátok tőlem szeretettel, mindenkinek küldöm. Kisokoskám. Fogadjátok tőlem szeretettel. Másnak biztos nem kérdem. Neked küldöm és küldöm. Csabinak és Timinek. És akik hallgatnak. Angeliszt. Utána majd jön a honfoglalás, amit gyakorlok. Miába bántanak. Ráélem. Azért vannak, hogy bántsanak. Thank you.
kiküldi a szívet. Kívül, mert a bánat mindig hazudik.
Megküldtem egy zsona, sok barát. Én. Nagyon sajnálom, hogy így bántanak mindenki. Lecsapnak. Megszereztem a hangfájukat, mindent. Átküldték. Szégyeljük magukat. Tudtam, hogy legalább megtudtam, kik a besugók. Itt az ideje. Hogy lehet ilyet tenni? Mocskos drogerek. Valakivel. Jó ember vagyok. Emberek. Nem látom a gyermekem. Őzök. Mindent megcsinálok. Lenni valami van. Miért kezd egy emberre csinálni? Nem nyugodtatok meg. Fel lehet tenni YouTube-ra. Egy emberre nem lehet játszani. A gyermekem az életembe kerül. Belehalnék. Sok ember szórakozik. Játszik az életemmel. Én már addig nem is élnék. Sírva mennék le. Már többet nem hallgathatnátok. Oda megyek. Gyermekem nem lesz vele. De nem fogják elvinni. Bánom, hogy megindítottam az élő live-omat. Nem kellett volna. Nem járok így. De be akartam bizonyítani, hogy tudok dudolni. És mit művelnek? Vicc. Csak hogy elvigyék. Nem fogják. Ha elviszik. Gyerekek, de úgyse viszik el. Megvan mindenem. Tudok bizonyítékokat adni. Sírva megyek le. Nekem a semmi értelmem nem lesz. Elveszítettem egyet. Lássikat nem akarom. Ő nem akart hazajönni. Harcoltam élete is. Nem jött haza. Fejezzétek be a jelengetéseket. Befejezem a livémet.
nem ér annyit az egész. Elég volt. Ti tudtok nyugodtan aludni. Nem igen hiszem. Akik jelengednek, az Isten ott pusztítsa meg. Azt kívánom, hogy soha ne keljen fel. Mert én megszenvedtem ezért a gyerekért, és ápolom. Remélem. Mindenre megvan. Szinte már takarodni akarok innen. De unok. Család, kisegítő vagy segítő. Mit segít? Mit? Mondják már meg. Semmit. De az ugáljanak. Én kinyitom ott az álmat, azt hiszem, hogy hüstölni fog. Mit segítettek? Gyermekemet elrendeztem, hogy visszahozom, és nem hozták a gyermekemet, hogy hazahozzam. Ott hagyták, otthon. Nehogy tudja a gyermek mondani, hogy igen, haza akarok jönni, és elmondta a gyermek, haza akart jönni. Elvitték. Nem hozták. Nem hozták hozzám ide. Mit segítenek? Persze, hogy éges vagyok. Nem hozták gyerekek. Visszakapattam volna. Nem hozta a nevelő szülő, otthon hagyta direkt. Ki kíváncsi rájuk? Kocsiba nem fog cicimit ülni. Remélem meghallgassák. Nem fog ott ülni a 3 éves gyermekemmel. És szóltam a család segítőnek, kisegítő gyógyósoknak, és mégse csináltak semmit. Akkor miről beszélünk? Jelentettem őket. Tehettek volna egy lépést, és nem tettek semmit. Megfékeztek. A család kisegítő, segítő. Vagy tudja rá már kikők. Akadályozták, hogy a gyermekemet ne kapjam vissza. Megkapattam volna. És a gyermekemet nem hozták el. Nem hozták el oda. Miközben benne volt, hogy a gyermeknek ott kell, hogy legyen. Nem hozták el. És ők közrejátszottak, hogy a gyermek ne kerüljön oda, hogy ne mondjon semmit. Bizony. Csak azért mondom el nektek, hogy én ezért feljelentést tettem. Fognak ezért fazolni. Bizony. Hát ezt nem mondjam annyiba. Én minden követést elkövettem. Mindenem megvan. Hűrőszobától kezdve 3 szoba. Szobát tudok adni a gyermekemnek. Tudom iskoláztatni, be tudom iratni minden. És ők mit csináltak? Nem hozták el a gyermeket a tárgyalásra. Mikor elindítottam a folyamatot, hogy a gyermeket vissza akarom kapni, meg is kaptam. És ők nem hozták el, mert a gyerek azt mondta, hogy nem akar jönni. Nem ő, nem a gyermek szájából mondták, hanem a nevelőszülő jött el. Ilyenkor mi van? Ki ad nekem igazat? A nevelőszülőnek köze van? Abba, hogy a gyerek hogy dönt? Váljon meg a menet! Miféle gyámis hivatal van itt? Adok nekik paszkát! Fücsölni fognak, pisilni, kakildázni. Ezt nem hagyom annyiba. Megkaptam volna. Hátrát adtak. Mi van, mennyi pénzt kaptok ezért? Gyámhatóság!
Hány gyereket veszítettek el? És vissza akarják kapni, és mindig megakadályozzátok. Vállalom a felelősségemet. Írjatok akármit akartok. Én elrendeztem, és megkaptam. És nem hozták el a gyereket. Ezt mondjátok! Hol voltatok akkor, mikor kértem a gyermekem? Hol voltatok? A nevelőszülő pofázott? Le! Csit legyen! Feleltek! Felelni fogtok! Nem vagyom annyiba! Elrendeztétek, hogy ne jön a gyermekem! A gyermek sírt, hogy haza akar jönni! Szeret! Ti meg nem engedtétek oda, hogy tudjon mondani bármit! Vállalom! Ti is vállaljátok, mert így tény és aló. És a család kisegítő gyám úgy hivatal is közrejátszott, hogy ne hozzák a gyermekemet oda. Ne tudjon igen mondani. Faszoltok, fel vagytok jelentve. Én már ma megtettem a lépésemet. Oda voltam, papírom el van dugva. Hogy nehogy. Úgy eldugtam, és faszoltok. Ezt nem úszátok meg. Én is lépek. Gyermekemet akadályoztátok. Vagy anyám, nem kell itt azugálni. Nem így volt, de. Ez jó. Akadályoztátok. Most meg a cukéba kit akarjátok, mi? De bújjatok el. Mert most én lépek ellenetek. Meg már léptem. Megbűnődtök. Fogom kérni Szemikét, hogy mondja el az igazságot, hogy így volt. Hogy nem hozták el a fiamat. Nem hozták el, elmondta. Saját szájával. Hogy anya nem hoztak el. Nehogy tudjon beszélni. Meg elvigyem vissza haza. Faszoltok. Kutya fejleni. Ti dolgoztok, dolgozzatok. Mit dolgoztok? Majd én adok nektek pászkát, nyugodt legyetek. Ráfáztok. Mert ez bűncselekmény, amit tettetek. Gyermekem elmondta, az akar gyerekek jönni. És a nevelői szülő biztatta, hogy nem, ne jöjjön haza. Mindenem megvan, amit a gyerek mondott. Én elrendeztem. Én léptem. Én léptem. Mit csináltak? Keresztbe tettek. Nem hozták el a gyermekemet a tárgyalásra. Miközben már én elrendeztem, és azt mondta a nevelőszülő, hogy nem vagyok rá alkalmas. Ő honnan tudja? Honnan? Akkor betett nekem. Összeomoltam. Gyermek mondta, haza akar jönni? Nem szeret ott lenni? Jöjj. Nem szeret. És mit csinálnak? Betettek. Nem hozták el a gyereket, hogy ne tudjon beszélni a tárgyaláson. Tudjatok róla. Millió ember. Tudjon róla. Betett. Nagyon szeretem a nagyobbik fiamat is. Bizony. Ez az enyém. De ezek pénzt kapnak belőle. Azt hiszem. Pénzt kapnak. Boldogak vagytok a pénzből? Fújjatok meg benne. Azt kívánom. Gyámatóság is. Egy nagy nulla. És a család kisegítő is. Vagy család segítő. Elnézést. Kisegítő. Nem segítő, mert ezek nem segítnek. Hol már hideg? Jézusom. Benne van a rég. Belát a fogom.
Nem segítettek ti semmit. Bizony. Vagy én segítek rajtatok. Berendézlek benneteket. Nyíregyházára megyek. Legnagyobbik fokra. Elrendezlek benneteket, hogy nem jó dolgoztok. Bizony. Minden bizonyítékom meg lesz, és elviszem. Mit csináltok? Én Karagusznak rám nem megmondtam az igazságomat. Felejülöm. Meg is nyugodtan hallgassák, csak hallgassák. Mehettek a prikesdiába. Oda. Megérdemlitek. Kijöztök. Ütve el az uram. Mit nem? Nem uram, elnézést. Együtt élünk. Mi közöttök van egy családi dologba, ha a rendőr nem szól bele? Nektek semmi közöttök. Ti szépen csicsüljetek, már mondtam a gépnél, és nyomkodjátok a billentyűt. Elmondtam. Semmi közöttök. Léptem nagyobb fokra. Elrendezem őket. Máté szalkaiakat. Nem igen ez kedvük. Zsinegógálni, meg ide járkálni, mert innentől kezdve nem jöhetnek ide. Bizony, papír kell ahhoz, hogy ide jöjjenek. Elég volt. Kapnak pár bejelentés, azt akkor ugri-bugri? Be. Adok én nektek paszkát. Nem fejezitek be. Vagy befejezik, leülnek szépen a segükre, vagy pedig tényleg. Hát de már mindegy, hát már mire császol, úgyis rendezkedik. Akármit csinálnak, mondták, hogy igazam van. Segítenek mindenben, mire császol. A legnagyobb osztály. Ott. És mondták, hogy nem fedi a valóságot, mert tudják, elmondtam mindent. Mindent elmondtam. Azt mondták, mindenbe támogatnak, ki fognak jönni. És oda mennek a család kisegítőbe. Családsegítő. Kisegítő. Kisegítő gyógyósok. Így mondom, oda fognak menni. Nem mindenkire értem, csak azokra, akik nagyon akarnak. Engemet. Hogy én mit csináljak? A semmi közöttök. Hogy én mit csinálok? Majd én adok most nektek paszkát. Mert az igazgatóság jön ki. Kivizsgálja az ügyet. Mit műveltek? Bizony. Azt mondták, hogy egy papír megyen. Már egyből ugrottok. Álljon meg a menet, hogy megy egy felhívás. Megyen egy bejelentés. Megyen még egy. Még egy megyen, még egy. Kivizsgálják. Azon dolgoznak. Majd most ti fogtok faszolni. Nem igen fogtok ott ülni. Tettem róla. Én is vagyok okos. Bizony. Mondjátok csak megint. Be van rúgva. Be bizony, berúgtam. Azt a bingóját megittam 6 felest. Mindig így beszélek. Megybébe vagy zugva. Ne. Megfogjátok most, ne féljetek színi. Mindegyik. Mert kihívtam. Nyíregyháza, igazgatót. Ők fognak tenni róla, hogy szálljatok le róla. A kis fiamról. Melyik volt? Akármikor kijöttetek, kaját láttatok. Miért nem ültetek le enni? Megkérdezhetem? Miért nem ettetek a főtételből? Bőj. Adok én ettek paszkát. Nem úszáltuk meg. Nem fogjátok megúszni egy se, amelyik engem jelengetett. Mert nincs igazuk.
Nincs. Tehetek, Tibrál. Ne hagyd, hogy a reklámok elvonják a figyelmet. Próbálj ki a YouTube Premiumot délmentesen, mától. Egy szarfosa. Esztétikai beavatkozás. Majd talán később. Új Revitalift Filler Krém a L'Oréal Párizstól. 50-szer kisebb méretű hialuron. Hogy beszélek? Úgy beszélek, ahogy én akarok. A véleményemet megmondom. Meg is fogom. Nektek szavazási jogotok nincsen. Üljetek a gépnél, az gépezzetek. Szépen. Dolgozzatok. Meg menjetek, mondtam már, Ópáiba, ahol nincs ablak. Nincs semmi. Oda menjetek. Ne oda, ahol van minden. Mit képzeltek ti magatokról? Kik vagytok ti? Egy megvett emberek, de a Jóistent, arra kérem, most itt imádkozok, hogy kerüljetek Nagy Kálóba. Oda, szépen kerüljetek szépen be. Velem nem bírtok. Küldhetek ti rám bárkit. Van bizonyítékom, mit műveltetek. Kértem, hányszor segítséget nem adtatok. Hányszor? Papírt kitöltve, minden. Még idegesen töltötték ki. Mert be kellett menjek, hogy segítsenek. Mit csináltak? Még idegesek voltak. Hát akkor álljon meg a gyászmenet. Minek dolgoztok? Ha? Hogy ijjetek a segeteken? Én dolgozok, kapálok. Álljon meg a menet. Elmentek a Prikeziába. Oda mentek, mert fel vagytok jelentve. Máma mentem el feljelenteni benneteket. Na, meglássuk, mit léptek. Meglássuk. Milyen okos zsámügyes gyászok vagytok. Kimondom, szószabadság. Gyereket elvinni. Igen, van bizonyíték? Nincsen. Hát mégis elviszik. Nem viszitek sehova. Prikezsia. Mert itt vagyok. És megmentem a gyermekemet. Ő érte embert ölök. Szeretem. Imádom. És nevelem. Tisztességesen. Álljon meg a menet. Adok én nektek pászkát. Legyen bejelentés. Itt a bejelentés, gyertek! Küldöm! Küldöm a gyámi hivatalnak. Bizonyám. Meg küldöm a családközpontnak. Bizony. Fogadjátok tőlem szeretettel. Egyem a szíveteket. Csicská! Nem írtok velem. Hogy beszélek úgy, ahogy én akarok. Szószabadság van. De azt nem engedem, hogy a gyermekemet, mikor ellátom, hogy ti beleszóljatok. Nem engedem. Beleszóljatok a gyermekem életébe. Van pénzem, úgyhogy ti mehettek, ahova akartok. Mehettek Ópáiba, már elmondtam. Oda menjetek, ne ide, ahol tíz gyermek van egy lakásba, és nincs ablak semmi. Oda menjetek, itt van fürdőszoba, minden, ide jöztök. De ti, nektek milyen a munkátok? Nulla. Majd most én titeket, ha eljöztök értem, szívesen vállalom a fuvart. Elviszlek benneteket, megmutatom, hova kell menni. Azt hiszem. Na, mit fogtok mondani? Ez jó lakás? És hány gyermek ott van, akik tényleg
Tényleg, hogy el kell vinni. De ezt a gyermeket nem fogjátok. Egyáltalán, mert itt vagyok. És esküszöm, hogy a szemeteket verem ki. Így mondom, ahogy ülök. Mert bebizonyítom Nyíregyházának, ki fognak jönni ide, és megmutatom a házamat, és ti nektek kus, vátészalkaiak, kus, mert kijönnek, megnéznek mindent, én kértem. Megnéznek mindent. Rendben van mindenem, fürdőszobám, mindenem van, szoba, itt, ott, amott, amott. Mit tudtok tenni? Nagy konyha, stb. Ha? Mit tudtok? Semmit. Most én adok nektek pászkát. Telek. Mindenem megvan. Mit tudtok tenni? Semmit. Most ti fogtok rászorni, mert kihívtam ide őket. Várom őket, hogy jöjjenek ki. Nézzék meg, felmerik a telepet, mindent, a lakást. Három napig szabadságon vagyok. Szabadságon. Úgyhogy nektek gatya. Bizony. Megmutatok mindent. Végigvezetem őket. Jöjjenek, nézzenek szét. Gyermekemet, megmondtam, hogy mikor jöjjenek, hogy a gyermekemet lássák. Milyen szép kis fiú. Nem tudtok semmit tenni. Semmit. Dolgozok. Megvan a papírom, mindenem. Mit tudtok? Na. Mondjatok róla valamit. Mert nekem megvan mindenem. Bizonyítékaim, fenyegetés, mindenem megvan. S hiába mondtam el, leadtam. Nem érdekli őket. Menjenek akkor a Prikezsiába. Oda küldöm őket. Velem nem bírnak. Nem fogják elvinni a kisfiút. Akárhogy fenyegetnek, zsarolnak, ugye elviszik, nem fogják. Miért vinnék? Adjanak már bizonyítékot. Adjanak. Adjanak róla bizonyítékot, hogy miért vinnék el. A bizonyítékot kérek. Mi az, hogy hát kaptam bejelentést, kaptam innen, kaptam onnan. Kérem. Papíron. A bizonyítékot. Nem pedig dumálni kell. Nem ülni a segünkön. Ha, felveszitek a jó lóvét, azt hazamentek, eztek, hisztok. Fújjatok meg benne. Annyi. Nem fogom magam hagyni. Patkány fejűnek se. Menjetek, dolgozzatok te is úgy, ahogy én. Kapálni. Könnyű a közmunkásoknak, igaz? Nem könnyű. Megdolgozunk. Ti nektek könnyű. Ott ültök, nyomjátok a számítógépet. Meg elvitetik a gyermeket. Nektek könnyű? Azt hiszem, de ha megtudnátok, hogy mi az, hogy kapa, meg kasza, meg ásó, meg minden. Kíváncsi volnék én arra, hogy tudnátok csinálni. Hát befizetnék arra mindegyiknek. Nem tudtok ti semmit. Semmit. Semmit nem tudtok. A szátok jár. Ennyit tudtok. Ennyi. De aki keserősen megkeresi a kis pénzét, ti ugattok. Mi meg hallgatunk. Könnyű dolgozni. Ott ülök az ujjelába. Jelentsetek csak nyugodtan. Szószabadság van. Az igazságomat mondom el.
Azt mondom el, az igazságomat. Menjetek a Prigeziába. Menjetek. Van nekem ásványvízem, itt van. Itt van benne a fagy. Erről is azt mondják, hogy alkohol. Az Isten, verje meg őket. Úgy is megmondom az igazamat. Nem érdekel, feküdjenek le. Fürdés! Nem, nincs pofázás. Mert én is tudok jelenteni. Meg már jelentettem. Mit művelnek? Termékemet nem engedték oda. Ti nem követtetek el bűncselekményt? De hogy nem? Elkövették, gyerekét. Nem engedték oda a gyermekemet a tárgyalásra. Nem engedték oda. De ahogy elmondjam, hogy mi a... haza akarom hozni. Nem engedték. Bizony. Nem. Csak a nevelő szülő jött. Szívem szakadt meg, hogy nem láttam a gyermekemet. Becsaptak. Nincs kedvem oda menni. Hozzájuk. Kocsiba kerüljek. Télen-nyáron ott voltam a kocsiba. Nincs kedvem. Nem megyek. Voltam már, elrendezem, hogy a gyermekem ott legyen itt nála. Hozzád csak szépen be ide. Viszem meg, hogy nyaralom. Csak adják meg a lehetőséget. Bizony. Hogy fájt ez nekem? Elmentem. Teli volt testületgyűlés. Volt. Gyám hatóságot ült. Családkisegítők ott voltak. Nem kisegítők. Családsegítők. Ott ültek. Kacagtak rajtam. Lehet mit kacagni. A gyermekemet akartam. És nem hozták el. Miközben megkaptam. Inkább nem hozták. Csak nem, hogy megkapjam. Jó sok pénzt kaptok mi. Azt hiszem, csak nevelni kéne azt a gyereket, meg enni, inni, adni, mindent meg is. Meg amit kér az a gyerek, elektromos motor, minden. Ha én nem hiszem, az elektromos. Biciklit akkor nem is mehetek. Ha nem hiszem a pecák botot, akkor nem mehetek. Nevelő szülő mondta. Nem mehetek. Látogatóba. Bizony. Nem fogok hazudni. Ez az igazság. Ezt mondták. Nem mehetek. Ezt miért nem mondják a gyámhatóságnak? Megkérdezhetem? Addig nem mehetek, míg nem veszem meg. Hát nem is fogom. Nem. A gyermekem itt van, megveszem bármit. De ilyet tenni? Vedd meg, mert ha nem veszed meg, nem jöhetsz oda. Ezt tudják bizonyítani, hogy igaz vagy nem? Mert én tudom bizonyítani. Thank you.
Be akarták gipszelni, de nem hogy.
Thank you.
befejezni, mert imádom a gyermekem. Hoppa, én is lépek. Különlegtök szeretettel havad gyermeketek. Lenyel gyermeketek, de különlegtek. Legyetek ti is ilyen boldogok, anyi. Gyerünk, nem pofázni kell felvenni a lóit. Stugatni, mint a kutya. Megkötnélek benneteket egyesére. Leüsztök, ányú! Féltek tőle? Féljetek is, és remegjetek! Hát, remeghettek, mert itt vagyok! Nem érdem, hogy csak meg. Nem érdem, hogy csak meg, úgyhogy nem kapjátok meg. Magamnak küldöm a gyermeket. Azoknak a gyermeketnek, akik sajnos, ti elhoztátok az életüket. De nagy, csak legyen pénzetek, meg munkátok, szép munkátok. Szép munkátok. Elveszítek a gyerekeket, csak a negyedünk látom. Elmúlítek meg. Lesz.